2020. január 1-től az országban 8 regionális hatáskörű közigazgatási bíróság, mint elsőfokú bíróság kezdi meg működését. Erről a Nyíregyházi Törvényszék sajtótájékoztatóján számoltak be, ahol az is elhangzott, a régióban Debrecenben és Miskolcon alakulnak ilyen bíróságok, így 2019. december 31-ével megszűnik a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. Az ügyekkel kapcsolatosan már 2019. január 1-ét követően, most a múlt héten, mi küldtünk meg olyan folyamatban lévő, illetve befejezett ügyeket, például kisajátítás adó ügyeket, amit már most 19-től a debreceni még közigazgatás és munkaügyi bíróságnak nevezett bíróság dönt el. Mi erről az ügyfeleket tájékoztattuk. 2020. január 1-től pedig ugye nálunk megszűnik ez a bíróság, és a klasszikus munkaügyi ügyeket. Tehát például egy KFT-nek az alkalmazottja valami fegyelmi vétséget követett el, vagy egy munkahelyi balesetet szenvedett el, ezeket az ügyeket pedig törvényszéken fogjuk első fokon tárgyalni. A sajtótájékoztatón szó esett a 2018. májusában bevezetett új európai adatvédelmi rendeletről is. A törvényszék képviselői elmondták, egyelőre pont azok a legkevésbé tájékozottak a szabályozásokról, elsősorban a kis- és középvállalkozások, akiket a legjobban érint. Kiforrott gyakorlat még nyilvánvalóan nincs, az idő, még rövid idő telt el a hatályba lépése óta, de azt gondolom, hogy semmiképpen nem az lesz a cél, hogy a rendeletben feltüntetett nagyon magas összegű bírságok alkalmazásával ellehetetlenítse a hatóság a közép- és kisvállalkozásokat, hanem mindinkább ez a rendelet azt a célt fogja szolgálni, hogy jobban fognak tudni bízni az emberek a vállalkozásokban, mert úgy lesz kezelve az ő személyes adatuk, hogy biztonságban fogják azokat érezni. A tárgyalások nyilvánosságát illetően egy új kategóriát vezettek be, mondta el dr. Sörös László. A Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvívője kiemelte, bizonyos esetekben a bíró megtagadhatja a felvétel készítésére vonatkozó engedélyt nyilvános tárgyalások esetén is. 2018. július 1-én lépett hatályba a büntetőeljárási törvénynek az a rendelkezése, mely szerint lehetősége van az adott ügyet tárgyaló bírónak hivatalból vagy indítványra korlátozni a nyilvánosságot, nem csak zárt tárgyalások esetében, hanem akkor is például, hogyha különleges bánásmódot igénylő személy élete veszélybe kerülne adatainak védelme érdekében. Ilyen személynek minősülnek például a 18 év alatti személyek, tehát egy gyermekkorú tanulói 17 éves gyermek kihallgatásánál lehet van már a bírónak azt mondani, hogy erre az időre korlátozza a nyilvánosságot, tehát kép- és hangfelvétel nem készíthető a tárgyalásról, tájékoztatás nem adható az ott elhangzottakról. Dr. Sörös László hozzátette, újdonság az is, hogy a hallgatóság számának korlátozása nem eredményezheti a nyilvánosság tájékoztatásához való jogának sérelmét, így a hallgatóság létszámának meghatározásánál a sajtó elsőbséget élvez.